Kristó Gyulát 1991-ben ismertem meg, amikor az egyetem hallgatója lettem. Egy középiskolából érkező hallgatónak, Gólyának, az ő fantasztikusan érdekes, nagyon átgondolt és tökéletes stílusban előadott, rendkívül érdekes előadásai olyan élményt jelentettek, amelyek mind a mai napig meghatározók számomra. Ha meg tudjuk mondani, hogy Imre Herceg neve, a történelem legelső Imréjéről van szó tulajdonképpen, akkor milyen eredetű, akkor ezzel rendkívül sokat megtudunk a korról. A vizsgákon, amelyek azért eléggé izgulósak voltak, hiszen nem akárkivel szemben ült le az ember, korrektül vizsgáztatott és nagyon korrektül osztályzott, segített, ha kellett, ugyanakkor annak, aki nem tanulta meg az anyagot, nem igazán volt esélye. Amikor én ide kerültem hallgatóként, akkor a szakmai tekintélye már megkérdőjelezhetetlen volt, és valóban Magyarországon az Árpád-kor kutatásnak, a magyar őstörténetnek az egyik meghatározó alakjának számított. És ugye arra külön hangsúlyt fektetett, hogy ennek a korszaknak a forrásait el lehessen érni közérthető magyar nyelven. Így indította el például az Anzsukori Oklevéltárnak a sorozatát, amelyet azóta is a kollégái folytatnak. Akadémikus is lett, és ez akkoriban nagyon ritka volt itt a bölcsészkaron. Rendkívül büszke volt arra egész életében, hogy ezt az akadémikusi fokozatot, illetve a tudományos sikereit vidékről, Szegedről indulva érte el. Ez a terem, ahol most vagyunk, Kristó Gyuláról lett elnevezve körülbelül 10 évvel ezelőtt, beleilleszkedve abba a folyamatba, amelyet az intézet, a Történeti Intézet azoknak a professzoroknak az emlékére állított, akikről úgy gondolta, hogy termet kell elnevezni. Ebben a tanteremben Kristó Gyula egyébként sohasem tanított, ugyanis ez a terem korábban intézeti könyvtárként működött, viszont nagyon sokat dolgozott és kutatott itt. Az 1980-as években egyetünk rektora is volt, és minden percét be kellett osztania, hogy maradjon ideje a kutatásokra is. Egy ízben, amikor reggel bement a rektori hivatalba, az irodájába, hogy elkezdje a munkanapot, megtudta, hogy az első programja csak egy fél óra múlva kerül sorra, ezért közölte a titkárnőjével, hogy a következő 30 percben őt senki ne zavarja, mert oklevelet orvos. Hát nem is nagyon zavarták. Ilyen ember volt Kristó Gyula. Készült a Szegedi Tudományegyetem centenáriumának alkalmából.